Pádi Ede, az egyesület elnöke elmondta, 1984-ben volt az első borversenyük, és mivel a mostani években a bor mellett teret hódított a pálinka is, így idén először ez is megmérettetésre került. A zsűri vezetőjeként ismertette a kétnapos programot. A program az mindig a borok átvételével kezdődik, az hétfőn történik, most már ugye a pálinkákat is átvettük. Ez elég jelentős számot jelentett, mert a borokból 110 fölött van a behozott minták száma, pálinkánál meg 75, tehát összesen 180 üveg átvétele történt hétfőn. Kedden történt a bírálat, a borokat 4 zsűri, 4x3 fő bírálta, a pálinkát pedig Dombóváron van egy nagy gyakorlattal rendelkező pálinka főző mester. Böröc István versenyző kifejtette, milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük a tavalyi évben a szőlészeknek. A tavaszi őrületes esők olyan peranoszpóra gombabetegséget okoztak itt a hegyen, hogy sajnos van olyan sok társam, szőlős kertbarát, aki nem szüretelt. Erre nagyon oda kellett figyelni. Én 50 éve foglalkozok szőlészettel meg borászattal, de ilyen nehéz évet, mint a tavalyi év, ha nem nagyon volt, elmondom azt, hogy 12-ször permeteztem tavaly. Pintér Szilárd polgármester elmondta, milyen jó hangulatban telt a rendezvény, és örömmel fogadta, hogy ilyen nagy számban érkeztek be pálinkák és borok is. Ismerem a települések borversenyének a nevezőit, meg a résztvevők számát. Azt gondolom, hogy Dombóvár tekintetében ez is kimagasló volt, hiszen több mint 120 borminta érkezett. Azt gondolom, hogy lelkesen elbírálták a zsűri tagjai kedden ezeket a leadott mintákat. Ma pedig nyilván, miután első pálinka verseny volt, és jó magam is neveztem erre a versenyre, hát reménykedem benne, hogy minimum egy ezüstdíjat fogok kapni. Nevezőként feltárta az előkészületekkel és várakozásaival kapcsolatos gondolatait is. A pálinka elkészült ősszel, kiváló gyümölcsből. Nyilván egy helyen már megmérettettem a saját pálinkámat, hogy aranyérmesten, de nem volt nyilván annyira erős a mezői, mint itt Dombováron. De hát reménykedek, hogy egy ezüst talán itt is jön nekem. Összesen 190 darab oklevelet osztottak ki, számos termék elnyerte az arany, ezüst, bronz fokozatot.